Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, ez a kezdőkör, amelyben ma is sportról beszélgetünk Fehérvár, illetve a nagyvilág kapcsán kollégáimmal itt a Fehérvár Televízió stúdiójában. Itt van velünk ma is természetesen Horog László, a műsor elmaradhatatlan és méltán népszerű főszereplője, itt van Kajzer Tamás kollégám, akivel szintén mindig mindenen össze tudunk veszni és vitatkozni, és nagyon ritkán képviselünk azonos álláspontot, de ettől jó a műsor. És nagy szeretettel köszönöm Vaklai Lajos kollégánkat, aki szintén volt már egyébként itt a stúdióban a kezdőkör vendége, és most is itt van, és ha már itt van, és egyben egy apropója is, és rögtön témája is az adásnak, ez a mostanában megjelent fantasztikusan impozáns és kellően vaskos könyv, amelyet a kezemben tartok, Fehérvár sportkönyve a címe, és gyakorlatilag, hát nem azt mondom, hogy mindenki, aki valaha valamit tett a fehérvári sportért, benne van, de nagyon részletes és képekben, interjúkban, információkban gazdag sportkönyvről van szó, melyet Vaklai Lajos kollégám írt és szerkesztett az utóbbi években, sőt, még tágabb értelemben, talán évtizedekben végzett beszélgetéseiből. Lajos, gratulálok, hogy megjelent a könyv. Ugye ezt a műsort most hétfőn rögzítjük itt a stúdióban, és kedden, amikor adásba kerül... Mi éppen erről beszélgettünk most, igen, a Városházán. Igen, akkor éppen a Városházán mutatják be ezt a könyvet, Tomi fog beszélgetni majd Lajosról ennek apropóján. Hát egy ilyen könyv mindig hatalmas munka, és gondolom maga a megírása az egy szűkben vett időintervallum, de hát nagyon hosszú évek munkája, és nagyon sok beszélgetés van, mert jól számoltam, 60 interjú. Mióta, mikor datálódik, tehát mióta foglalkoztatott a gondolat egyáltalán, hogy könyvet írj? 2000 óta. Úgyhogy azt mondhatom, hogy vártam, és úgy gondoltam, hogy most a fehérvári beszélgetések sorozata után itt az ideje. Leginkább azért, mert én azt látom, hogy annyira felgyorsult a világ, és annyira csak a mával foglalkozunk, illetve a jövővel, hogy egy kicsit a múlt idézés is belefér. Az időmbe belefért, nyilván a koronavírus járvány is segített ebben, azon különös szerencseért legalábbis engem, hogy volt időm rá bőségesen, úgyhogy a régi beszélgetéseket összegyűjtöttem, és nyilvánvaló, hogy mindenki nem fért bele. Nyilván lesz folytatása, legalábbis remélem, de azt gondolom, hogy a 60-as évek közepétől eljutottunk tulajdonképpen a máig, és nem válogattam. Tényleg egyébként nagyon kellemes meglepetés lesz annak, aki fellapozza ezt a könyvet, mert azt gondolom, hogy mondjuk azt mondom, hogy 60 interjú, lehet, hogyha valakit, aki tényleg otthon van a fehérvári sportban, megkérdeznék, hogy mondjuk szerinte ki az, aki szerepel ebben a könyvben. Szerintem, hogy a 30 névig eljutna mindenki, amire úgy nagyjából biztos, és van 30 másik, aki pedig lehet, hogy meglepetés erejével hat, vagy hirtelen nem jutna az ember eszébe. Nekem meg az jutott eszembe, hogy Lajos mondta, hogy a múlttal nem foglalkozunk. Laci, mi egy idősek vagyunk. A mi generáció még olvasó... Bár ez nem látszik. Ez olyan nagyon jó, tartja magát. A mi generáció még olvasó sportkönyveket, gondolom neked is megvannak diákkorod azok az emlékek, élmények, amik többek között elindítottak minket egyébként a sportújságírói pályán, amiket nagyon jó volt kézben tartani, és olyan korokról olvasni, amiket esetleg nem élhettünk meg személyesen. Le a kalap a Lajos előtt, hogy ebbe belevágott. Néhány éve, talán 15 évvel ezelőtt a Székelyhidi Jani bácsi írt egyet, Vörös Zsuzsi volt a címlapon az olimpia arany után, és az ő könyvét én elolvastam. De ilyenkor mindig felmerülnek kérdések, hogy mindig van valaki, aki kimarad. Tehát annak idején 20 évvel ezelőtt is volt egy másik könyv. Hát igen, azt mi írtuk, a Fehérvári Sport aranykönyve volt régen, pont abban az évben, amit Lajos mondott, 2000-ben jelent meg, és hát akkor még ugye még egy olimpiai aranyéremről is csak egy vágy szintjén beszélhettünk, hiszen Zsuzsa például akkor kezdte majd, hogy nem még a felnőtt karrierjét. Eltelt 20 év, úgyhogy ideje volt tényleg megint összegezni. Csak mondom, biztos van olyan, hogy ez a cikk ér-e annyit, az a dolog miért nem rövidebb, miért nem hosszabb, de el fogom olvasni természetesen. Én annyit tennék hozzá, hogy óhatatlanul is azzal foglalkoznak az emberek majd a következőkben, bárcsak ne így lenne, de bizonyos vagyok benne, hogy így lesz, hogy ki maradt ki. Nos, hát én azt gondolom, hogy azok a könyvek, amit ti írtatok, például Somos Zoli, Somos Ákos, nem tudom még ki volt benne, nem emlékszem. Posedével csináltuk annak idején. Ja, és Posede. Például az is egy remek dolog, de az egy szűk keresztmetszetét mutatta meg. Én egy kicsit tágabb körben gondolkodtam, értelemszerűen több sportágban, és természetes, hogy az alapsportágak jelentek meg, tehát a futball,
a férfi kosárlabda, természetesen a jégkorong és sok-sok minden más. És hát természetes, hogy lesz folytatása, legalábbis remélem. Hát az a jó, amíg van kinek kimaradnia, tehát tényleg a fehérvári sport olyan borzasztóan gazdag, ugye nagy formátumú egyéniségekben, eredményekben, hogy nyilván a 60-ban... Újságírókban. Nem, még benne mindenki. Igen, jelzem, hogy az asztalnál ülők közül már mindenki írt könyvet egyet kivéve, úgyhogy ezt még várjuk, Tomi, hogy leted az asztal az első remek művenet. Ehhez még kis csikó vagyok. Hát majd magadról. Hát a korodban én már túl voltam. Na mindegy. Viszont más világ volt. Viszont azért téged is megkérdezek, hogy ha nem is az, hogy mondjuk a magyar sportról szól a sportirodalom vagy könyv, de maga a sportirodalom azért gondolom, hogy téged is foglalkoztatott. Én kaptam tőled annak idején ajándékba például egy Vinnie Jones életrajzot. Én vettem neked, ha jól emlékszem. Louis van Gaalt. Van Gaalt, tehát de van Gaalt élete nagyon-nagyon érdekes, az a könyv nincs jól megírva. Igen, hogy ez egy dupla fenekű történet, hogy azt gondol az ember, hogy olyan izgalmas figurák vannak, hogy már ha írsz róluk akár két sort, akkor az már eladja önmagát, miközben valóban itt azért a szerzőn is nagyon sok múlik. Én Ayrton Senna könyvvel kezdtem, aztán Nigel Mansell, most már nem emlékszem, melyik az is olyan volt, hogy nyilván mind a kettő nagyon-nagyon jó sztori, Sennáé főleg, Mansellé azért viszonylag kevésbé, de emlékszem, hogy az egyik nagyon jó. Azt hiszem, a Senna volt szintén az, hogy nagyon jó a sztori, de baromi rosszul van megírva a könyv. Tehát, hogy ezeket egyetértek. Én egyébként hozzátenném, hogy nyilvánvaló, hogy aki ebben vagy bármilyen sportkönyvben szerepel, tehát interjúkötetben, az szinte biztos vagyok benne, hogy egyetértetek vele, hogy megérdemel egy egész könyvet. Tehát azt nem mondjuk nekem, hogy a Tiber Lacáról mondjuk írt a Scharinger, ha emlékeztek, de az egy játékos bulis könyv. Tehát az leginkább az domborítja ki, hogy a Laci milyen könnyedén vette a saját pályafutását. Ugyanakkor tehát nem csak a Vörös Zsuzsát, de bárkiről. Tehát a Boros Palit például úgy elfelejtettük mi, hogy nem is tudjuk, ha most kimennék az utcára, hogy van nekünk Tour de Hongrie győztesünk, aki itt mászkál közöttünk, akivel például tegnap találkoztam a Jancsár piacon, és mondhatom, hogy a kutya nem tudja, hogy kicsoda ő, de egy csomó ilyen sportolónk van. És a futballisták közül is. Hiszen aki rendkívül népszerű volt a 70-es korosztály, a 70-es években, tehát a Tiber Laci, Sunyi, Karsai Laci és Kovács Józsi, a Gunár, Nagy Kettő, a Macskát se ismeri meg már szerintem jószerivel, még a futballszurkoló sem. Tehát mindenkiről lehetne könyvet írni, külön-külön. Jó, de ez biztos. Mondjátok el a hétvégi, jó ne a hétvégét, mert Magyar Kupa volt, de tényleg a Vidi kezdő 11-ét, tehát hogy ma tényleg egy olyan világot élünk, hogy nem csak a múltból nem emlékszünk nagyon sokszor sportolókra, játékosokra, hanem ma is olyan abszolút, úgy jönnek, abszolút. Mennek tényleg a játékosok, hogy az emberek, most pont női teniszvilágranglistát néztem, hát az első 10-ben nem sokat ismerek. Abszolút az elevenünkre tapintottál éppen itt adás előtt, ugye lapozgattam és láttam ezt a csapatképet, most persze nem fogom megtalálni a videóton, 1978-as csapatának egy képét, amin van nem tudom én 20 játékos és 19-et, én aki akkor egyébként 8 éves voltam és nyilván még nem annyira elevenen követtem, de utána így hozzá tartozott az ember tájékozódásához, tehát simán elmondja az ember az akkori összeállítását a Vidinek. Hát az UEFA Kupa győztes csapatot azt hagyjuk is, mert az tényleg az alany csapat szintjén mondja föl bárki. Igen, ma már más, viszont nem is biztos, hogy a maiakról fognak könyvet írni, bár jó jövedelmező dolog. És hát itt van nekünk ugye mostanában a napjaink irodalma, a stream, meg a film. Én látom, Négó a Fehérvár Fekete Gyöngye címmel. Vagy nem tudom. Most védesd le. Kokó, aki mindig kis kokó marad. Aki majdnem. Aki mindig majdnem. Ez lehetne. Tehát azért... Jó, hát meglátjuk, olyan sikerek is. Sokkal messzebb nem mennék. Még annyit a könyvekről, hogy érdekes, hogy valami nyomokat, hogy az emberben valami nem. Például az Open Agassi könyv szerintem elképesztően jó könyv, nem olvastam onnan jobbat. A Van Gaal könyv egyébként megírva nincs rosszul, ott a fordítást éreztem én rossznak, de benne maradtak mondatok. Az első néhány mondat, hogy a Telstar nevű csapatban, Amsterdamban műanyag, kékszín műanyagpályán játszottak. Aztán például a spanyol borokról ír nagyon érdekeseket, de például ott volt az Alex Ferguson könyv, ami szerintem egy nagyon jó megírt könyv, ott nagyon rossz a fordítás, de ott is maradt egy mondat, amit a Vince Lombardi-tól szerzett, ami azt mondta, hogy sajtótájékoztató után, szerintem zseniális, hogy
A meccset nem vesztettük el, pusztán csak kifutottunk az időből. De ez igen, olyan magyar NBA egyesen hangzik egy kicsit. Ha már a fordításnál tartunk, akkor fejvon figyelmeteket. Most kaptam nemrégiben a mi kollégánktól, Buzás Gábortól, aki Ronnie O'Sullivan könyvét fordítja le, most már a második kötetet. Zseniális a fordítás, és maga a könyv is. Nem igazán a sportról szól, de viszont kiderül belőle, hogy Roni milyen sokszínű, milyen fantasztikus. Hát Buzás Gábor kollégákat egyébként próbáljuk kapacitálni a műsorba, és akkor az a próbára elhállítani, hogy neki semmi köze a sporthoz, most közvetítette végig az olimpiát röplabdával, meg snooker szakkomment, vagy kommentátor. Igen, hát most ő lektorként tevékenykedik. Na jó, hát még egy gondolat, hogy nekem annak idén a Balczó Andrásról szóló könyv volt egyébként az első, és az alapvető Dávid Sándor, aki ráadásul ugye sportriporter kollégánk, szerintem az minden sportkönyvek egyik alapvetése Magyarországon, és hát nagyon sokan szerették ugye emiatt is Balczót. Viszont hát akkor a történelemről és az irodalomról térjünk át a mai aktualitásokhoz, mert hogy ugye ennek a műsornak a sajátja, hogy megbeszéljük azokat a történéseket, amik itt a környezetünkben lezajlottak. A jégkoronggal kell kezdenünk, hiszen ez a csapat ugye most kezdte a szezont, hétvégén két mérkőzést játszott a Hidro Fehérvár AV19, és bevallom, nem néztem utána történelmileg, hogy mikor kezdett két ennyire sima győzelemmel az osztrák. Azt mindjárt mondja. Az osztrák ligában a Monát, azért egy 5-1 és egy 5-2, még úgy is, hogy biztos nem a két legerősebb ellenfél volt, és hazai pályán, de ez elég imponálónak tűnik. Kezdett tovább 3 győzelemmel, a Ted Hater volt az edző, és Super Levente abba az évbe került ide. Egy győzelem itt van az Innsbruck ellen, idegenben nyertek Filakba, és aztán itthon megverték még a Salzburgot, de Kóger Dániel játszott az első meccsét. 3 győzelemmel kezdtek, aztán a következő meccsen Klagenfurtba kim voltam, ott egy 9-3 nem ide, ott egy kicsit megakadt a gépezet, de az az esztendő volt, tehát kezdett így a volán, amiben benne volt egy idegenbeli óriási bravúr Filakban. De ez kétségkívül, ez a mostani indítás, ez pozor, azon... mert ugye úgy szoktunk kezdeni, hogy mit tudom, 4-ből 1-et nyerünk, vagy szoktunk, tehát ez inkább ez a jellemző, és mindig ugye azt várjuk, hogy jöjjön az október végén, november elejé válogatott szünet, mert utána szokott elkezdeni jól játszani a csapat, meg jó eredményeket hozni, és zárkózni, és aztán a decemberi nagy hajtásban pedig vagy bejutni a rájátszásba, vagy nem. Szerintem ez nyilván ez nem lehet vitatkozni, ez egy nagyon-nagyon jó kezdet. Az a kérdés, hogy tényleg most a következő hetekben mit tud mellé pakolni a volán, mert akkor tényleg meg lehet alapozni ugye azt, hogy ugye idén nem lesz középszakasz, tehát egyből 8-ba kell lenni, ami azért a 14-ből nem feltétlenül a legkönnyebb feladat. Meglátjuk, tehát nyilván új edző van, egy új edző mindig jobb, mint a tavalyi, ugye ez pontosan tudjuk, aztán majd kiderül, hogy ez október végén, a november elejére is így van, de szerintem ez engem meglepett, tehát én nem gondoltam volna, hogy 6 ponttal kezdünk. Engem viszont nem, mert nem csak a kötelező optimizmus mondatja velem, hogy szerintem a légiós igazolások remekül sikerültek, és jöttek a magyarok is, és függetlenül attól, hogy azért elmentek jó néhányan, szerintem jó lesz ez a csapat. Hát akkor mindig elhangzik, és nyilván még az idén is sokszor fogjuk hallani, hogy költségvetésben bőven a hátsó harmadában van a volán a mezőnek. Talán majd most már nem a tök utolsó, ami éveken keresztül is elmondható volt. Viszont azért, ha nem az ellenfelekhez viszonyítjuk ezt a bizonyos költségvetést, akkor azért azt látva, hogy 5 évre hazahozni egy Hári Janikát, 3 évre leigazolni egy Bartalist, finn kapust igazolni, válogatott játékosokat, tehát azért most talán elmondhatjuk, hogy ha a játékos keretértékét nézzük, akkor ez a csapat, ez hát ha nem is várható, hogy ott legyen a rájátszásban, de minden esetre ott van azért a minden idők legerősebb volányai között. Hát én azt gondolom, hogy várható, tehát várjuk azt, mert most ebben a ligában most azért, hogy vannak újoncok, azért most már 14. szezonját kezdi, ugye az 2007 nyár, igen. Így van, az osztrák hoki ligában a volán. Azért az osztrák csapatok közül sem mindenki, de gyakorlatilag szerintem mi vagyunk az egyetlen nem osztrák csapat, amely 2007 óta megszakítás nélkül szerepel. Ez így van. Az osztrák hoki ligában, ami önmagában megsüvegelendő. Szerintem ezért ennyi időt el kellett jutni oda, hogy, vagy el kell jutni oda, hogy, és szerintem el is jutott oda a volán, hogy
alapvető elvárás legyen az, hogy a legjobb nyolc között szerepeljen, és inkább tényleg kudarcként éljük meg azt, hogyha nem. És szerintem valahol ez a normális, mert lehet, hogy nem jut be a volán a rájátszásba, de ettől a csapattól, vagy ettől a klubtól inkább így fogalmaznék, ez elvárás kell, hogy legyen ennyi év után, meg kell, hogy legyen az a rutin, hogy hogyan kell végigvinni, mondom még egyszer, most, hogy megint egy picit más a lebonyolítás, ugye 14 csapat van, vannak új együttesek, ugye itt a Bratislava, a Pozsony, más hoki, tehát azért más hoki kultúra a szlovák. Szerintem mindenképpen fontos és jó, persze tényleg itt a legelejéről beszélünk még, például, hogy ugye Rétfalvi Kristóf személyében egy olyan játékos ütött gólt, aki 20 éves, második meccsét játszotta és gólt szerzett, és hát ő azt kellene, hogy szimbolizálja, ami alapvetően a modell lenne, ugye, hogy vannak olyan tehetségei, saját nevelésűek, akadémisták, akik idővel beemelhetőek és megállják a helyüket a felnőttek között. Legyünk őszinték, azért nem sok ilyen akadt mondjuk stabilan hosszú távon az elmúlt években, de bízunk benne, hogy most lesz. És hát még egy mondattal visszautalva az előző témára, a sportlegendákra, azért mikor 14 évről beszélünk, akkor már elmondható, hogy Ocskay Gábornak annak idején ez a lépése, ami itthon azért nagyon kiverte a biztosítékot sokaknál, és szerintem még Fehérváron sem mindenki tudta, hogy ennek valójában mennyi realitása van, bebizonyosodott, ez volt az út előre. És most már azért nagyon nehéz elképzelni, hogy ne ezzel menjen a volán. És a Titánok is a felépítésben nagyon sokat segítettek. Azért jöttek játékosok, és talán most is lesz néhány fiatal, bár ők aztán rosszul kezdték az első osztályt. Hát ott a két nagy csapaton. 2007 nyarán, amikor egy évvel korábban felvették a Lakrai Jesenicét és az olimpiai Ljubljanát, és egy űr mutatkozott, és Ocskay Gábor mondta, hogy ebbe a részben most be lehet menni, és én akkor elkezdtem járni az osztrákokhoz meccsekre. Írbét megvette a Salzburg, Frank Benem kapcsán láttam először, hogy felépítenek egy marketinget egy játékosra, és mondtam, hogy szerintem egy olyan vállalás, hogy nem tudja, mit vállal. És azt mondta az öreg, hogy az lehet, hogy fejest ugrunk a szakadékba, de egy évben 13 Dunajváros, 15 Miskolc meccset már nem fogunk tudni eladni. Tehát menni kell, és most volt egy lehetőség, az osztrákok bővítettek, és nagyon sokfordulós csatározás után sikerült bekerülni, de az biztos, hogy az első időszak nagyon nehéz volt, 15 vereséggel kezdett a volán akkoriban. Én emlékszem, még edzésre mentem, mikor uszadál, és olvastam. Grázba volt egy 1-1-es döntetlenből egy büntetőkkel elért siker, de a Gábor ő igazolta, hiszen 2008-ban Szaporba feljutott az a csapat, és a magyar válogatott, hogy soha nem jutott volna fel, akkor azok a játékosok nem az Ebelbe edződnek, illetve hazatértek olyan klasszisok, akik a magyar bajnokságban nem jöttek volna vissza, de Olaszországból, innen-onnan, Franciaországból visszatértek többen, tehát biztos, hogy felerősödött a liga. És tehát egyértelműen, és most is igazolja a viszonyokat, hogy a Valának van létjogosultsága. Az anyagi viszonyok kapcsán pedig én nem gondolom, hogy most már az alsó régióba tartozna a Valán. Tehát szerintem a középmezőnyhez sokkal inkább, mert vannak most már kevésbé erős egyesületek. Tehát az Neumo szerintem biztos, hogy gyengébb lábakon áll, nem véletlenül szálltak ki korábban. A kisebbik pozsonyi csapat nem gondolom, hogy több pénzből gazdálkodna. Ez a Valpusztéria megint nem gondolnám. Tehát én azt hiszem, hogy az igazán erős osztrákok és a Bolzano után a Volán azért szépen ott helyezkedik középen. Ez egy szép evolúciós folyamat, és tényleg nem csak nekünk volt ugye nagy kérdés, és sokan látták szakmailag egy szakadékba ugrásnak, hanem maga a liga is úgy fogadta, azért idegenek voltunk, ezt sokáig hallgattuk, és meg is kaptuk minden egyes kétes játékvezetői ítéletnél megítélést, ugye a Fehérvár azért csak kezeljék a helyén magukat, most már azért gyakorlatilag a liga nagy öregje ugye a Volán is. Hát meglátjuk minden esetre, ugye Bécsben játszik majd pénteken a Fehérvár, az mindig egy mérvadó dolog tud lenni, bár néhányszor ott azért arattunk meglepő és kellemes győzelmeket, és aztán majd szépen lassan belemelegszünk. Viszont hogyha azt mondta... De bocs, csak még egy gondolat ide, hogy én számomra egyébként az az érdekes, hogy a többi sportág nyilván más rendszer, meg tényleg más sportág, ez a tengeren túlról jött egy ilyen tényleg alulról zárt liga, rendszert hoztak át szinte mindenhová, de nekem az az érdekes, hogy ugye mindenki küzd a nézőszámokkal, küzd azzal itt a régióban, más sportágokban is, jégkorongban is természetesen, hogy mekkora piac. Ugye a többi sportág még nem vette át a mai napig ezt a modellt. 10x éve, 20 éve szóban ugye labdarúgásban erről. Jó, a kézilabdában ugye a Seha ligában helyjel közel ez megvan. Én azért szívesen látnám tényleg akár fociban is, azt, hogy osztrák, szlovák,
szerb, horvát, román csapatok küzdjenek egymással. Hát az olaszok nyilván nem jönnének, tehát azért nehezen elképzelhető, hogy itt egy olasz élcsapat egy jó Milán mezőköves, de megnézni. A jégkorong kapcsán ez szimplán az hozta létre ezt a nemzetközi ligát, hogy pokoli drága sporták. Tehát amikor 10 évvel ezelőtt egy kapus 2 millió forintból lehetett felöltöztetni, akkor itt is nem beszélve a jégkészítésről, tehát ez egy nem egyszerű, nem olyan, mint a női röplabdában, felhúzok egy hálót, egy tornatermet, póló, zopni, ruha. Jó, de most, most labdarúgásban egy játékosra csak itthon szerintem nem felöltöztetett 2 millióban, nem ír alá annyiért. Tehát most tényleg hát aláírási ez lesz a következő pénzről. Témánk, hiszen itt most ugye kijött egy adat, hogy mennyivel lett értékesebb a magyar NB1, ezt most szerintem kizárólag forintban kell érteni, ami leírható a papírra, minden más nyilván szempont vagy nézőpont kérdése. Ez a szám úgy hangzik, hogy 9 milliárd forinttal nőtt az NB1 értéke egy év alatt, ami, ha átszámoljuk persze euróra mondjuk, akkor nyilván nem ennyire bombasztikus összeg. Tehát ez igen. Azért... Jó, de a magyar focihoz képest az 9 milliárd forint, ez nem olyan rossz, hiszen még évekkel ezelőtt is, sőt még a mai napig hallgatjuk, hogy ha valaki elkezdi azt feszegetni, hogy mennyi pénz van a fociban, hogy hát ez kutyafüle ahhoz képest, ami Európában mozog. Nos, ha kutyafüle, akkor a kutyafüléhez képest ezért a 9 milliárd forint az nem rossz. Hozzá kell tenni, hogy nyilván ennek nagyon nagy része a Ferencváros igazolásainak köszönhető, mert itt alapvetően a játékos értékekről beszélünk, nem a magyar futball értékesítéséről, hiszen azért arról nem hallunk, hogy a nagy csatornák sorba állnának a közvetítési jogokért. Olvastam is ezt a hírt most így, miután mondtad. Hát... Ez becsült adat azért... Tehát... Ez egyébként, tehát ha megnézed, akár tényleg az euró árfolyam is ez mennyit dob rajta. 30 millió euró sincs. Én nekem semmi bajom azzal kihozzátok belőle, hogy ez egy bombasztikus újságcím volt, ami valójában nincs mögöttes tartalom, de azt akarta sugallni, hogy, és nyilván ez a vita alapunk, hogy mennyivel értékesebb lett a magyar foci. Szerintem nem lett ennyivel értékesebb egyébként. Nem. Viszont az tény, hogy csak az elmúlt héten ugye két olyan nevet igazolt a Ferencváros, akiket már így tényleg így vigyázba állva illik fogadni. Besicset leginkább azért, mert innen lett ismert játékos és ment el a Premier League-be, ahol aztán kölcsönben meg itt-ott azért csak lehúzott 5 évet. De és hát a másik ugye... 50 meccset. Én szurkoltam neki az Evertonban, de ugye az Everton nem jött be. A másik, a Marin pedig, azért ne feledjük, hogy elmúlt 30. Hát 32 éves Marco Marin, ami még tényleg látjuk, hogy Ronaldo mit művel, ugye, meg Messi 35-36 évesen, nem az ő szintjük, de 32 év ma nem annyira nagy kor. Marinnál inkább tényleg az a ciki, hogy lenyitod akár a Transfermarktot, vagy a Wikipédiát, és így görgeted. Itt is játszott, ide is kölcsönadták. Hát én most megnéztem, igen, és ha már az értékekről beszélünk, ő 2010-ben volt a csúcson, amikor 14 millió euróra becsülték az értékét, ez nyilván azt jelenti, hogy ennél akár többét is adhatták el. A Chelsea speciál 8 milliót fizetett érte a Werder Bremennek, az volt az első nagy dobbantása neki, viszont a Chelsea-ben aztán semennyire nem tudott, mert a kölcsönben a Sevilla, Fiorentina, Anderlecht, Trabzonspor, kicsit mindig lejjebb talán, 4 klubnál, és aztán végleg az Olympiakos vette meg. Ezek lehet mondani, hogy még mindegy jó liga egyébként európai szinten. Hát az utóbbi 2 éve a szerb, illetve az arab ligában az már azért inkább Dzsudzsák Balázs karrierívét rajzolja. Ne bántsuk Balázs, tehát az... Jó, oké. Okay. Visszatérve, viszont úgy gondolom a különbség ez a 9 milliárd abból is fakadhat, hogy például egy videóton is igazol az Anderlechttől, a Bilbaótól, múltkor kiavítottál és igazad volt, tehát Mehu Kodró, Kenan Kodó édesapja valóban a Barcelonába játszott rosszul. Most kell visszavonulnom, úgy értem. Szia, Zoli, köszönjük, hogy itt voltál. A Tenerifét jól mondta, az rendben volt, és előzőleg valóban a Barcelonába, a Van Hálféle Barcelonába játszott Rivaldóval, de az biztos, hogy nem csak a Fradi is igazol az NK Riekától a Loncsárt, tehát jönnek ilyen futballisták, amik korábban elképzelhetetlennek tűntek, és a videóton is megszerez olyan labdarúgókat, akire korábban azért nem akadt. De nem csak az, bocsáss meg, hát a 2000-es évek elején jött ez a Glenn Helder nevű csávó az MTK, hogy el voltunk álljó, gyerekek, Holland első osztályt megjárta, ma ott tartunk,
hogy egész kis lista van arról, hogy kik hova mennek, melyik válogatottakkal játszanak. Nem kettő játékos az NB1-ből pályára lépett, vagy kerettag volt az Európa-bajnokságon. A 90-es években talán, hogyha tényleg ilyen nulla ponttal az Afrika Nemzetek kupájáról kieső csapatokból volt egy-egy játékos, de tényleg. Tehát, igen, ugyanakkor... Nem nagyon, tehát azért azt gondolom, hogy látszik egyfajta fejlődési. Az megint más kérdés, hogy ezzel párhuzamosan egy Európa-bajnokság után sem 16-ban, sem most nem élénkült meg a magyar játékosok iránt a kereslet. Még mondjuk a 96-os cseh EB ezüstérmes gárdát azonnal szétrántották Európában. Hát igen, ez egy fontos szempont szerint, hogy mondjuk a futballunk értékét tekintve lehet, hogy inkább az exportot kellene alapul venni, nem az importot, mert az import azért erős, mert mindenki tudja, hogy most nagyon jó pénzeket lehet keresni a magyar fociban legalábbis bizonyos helyeken. Nyilván jobb légiósok jönnek emiatt, magyar játékos viszont részben nem megy el szintén emiatt, részben talán nincs is, akit olyan szinten keresnének. Azt szögezzük, hogy magyar szinten lehet jó pénzt keresni. Ez a pénz, ez még mindig gyakorlatilag ilyen holland közé. Hát, nagyságrendeket komolyabb összegeket lehet keresni. Tehát ma már csak olyan megy el, aki valóban topbajnokságba tud futballozni. Igen. Egy belga, egy holland bajnokságban, Lengyelországban elvétve igazol el magyart, mert ezt az összeget meg tudja itthon is keresni, szem előtt van, de az biztos, hogy ezek az igazolások összefüggnek azzal, hogy több pénz a magyar fociba, jobban lehet keresni, miután több a pénz, jobb játékosokat vesznek, nagyobb esélye megyünk be nemzetközi kupába, a csoportküzdelmekbe, aminek már van gazdasági jelentősége is, és szívesebben jönnek hozzá. Tehát ez igazából egy csapatra vonatkozik. Itt a Ferencváros az, aki az utóbbi években hagyományosan és rendszeresen be tud kerülni európai csoportkörbe. Óriási dolog tényleg a magyar fociban, hogy ezt már 3 év alatt el lehet mondani egymás után, a többi nem. Tehát a Vidi 10 év alatt 2-szer bejutott, más klubunk nem, és azt akartam még mondani, hogy az, hogy mondjuk nem tudom milyen viszonylatban jó pénzek, de ide jönnek jó játékosok, az is egy ismert modell, mert akár a kínai, akár az amerikai példát véve, akik jó marinál persze nagyobb, de szintén kicsit már lejár szavatosságú légiósokat és sztárokat igazolnak, ezzel egy kicsit a PR-ját növelve a bajnokságuknak, de ettől még a kínai bajnokságtól senki nem esik hasra. Nyilván. Oda mindenki pénzt keresni megy, a magyar futball pedig, én úgy gondolom, hogy biztosan előre léptünk. Tehát tegnap voltam a Siófok felcsút magyar kupa mérkőzésen. De akkor megértem. Ahol nagyon érdekes, hogy annyira elment az élvonal, a 12 csapatos, az utolsó pillanatig van harc, hogy ki esik. Ilyen tök utolsóként 5 ponttal kieső csapat, nem is nagyon emlékszem ilyenre, de korábban egy másodosztályú élcsapat nagy valószínűséggel megverte a 16-os NB1 utolsó kettőjét. Ma már az élvonalnak utolsó előttje is nagy valószínűséggel több góllal veri a másik csapatot, tehát a másodosztálynál a feljutó aspiráns. Tehát ebből gondolom én azt, hogy biztos, hogy fejlődött a focink, nemzetközi kupára gondolva is, és nyilván ez hozza magával azt, hogy tényleg vannak olyan külföldi. A Vidi 2-szer ment be, de ott például volt egyszer egy Paulo Sousa, a másodiknál a Nikonics féle érában is, Ajax Athén ellen, a végén utolsó 5 percben Athénben rúgdostak előre a labdát, és foggal, körömmel úgy örültek annak a továbbjutásnak, mint ahogy nekem óriási meglepetés volt, és a magyar futball szempontjából szerintem döntő, hogy egy EB-n, egy kiki meccsen Németországon mondtam is, hogy jogi lővel láttam az arcán a félelmet, illetőleg azt, hogy amerre álltak, arra rúgták a labdát, tehát reális esélyünk volt arra, hogy tovább megyünk a csoportból. Nekem azt tűnt fel, ha már a Vidit említetted, hogy tegnap belenéztem a meccsbe, és a fiatalok játszottak. Jó volt látni ezt a Csobot Kevint, hogy sikerült hazacsábítani, hogy a Benfica B-ig jutott, tehát tovább nem, de akiket most idehoztak és fiatalok, én bízom benne, a Kisdárda is ott van a helyén, a védők közül is jó néhány, tehát ez egy remek igazolásnak tűnik, de ugye majd elkezdődik a bajnokság, és azt látjuk, hogy megint a légiósok kapnak szerepet inkább, ugye akik most hiányoznak, mert koronavírusosak, akkor nagyon szomorú leszek. De szerintem a szurkoló is. Igen, és ezzel tehát, hogy minden szurkoló, vagy legtöbb focit szerető, meg focit nem szerető, de azért kommentelő magyar így van ezzel, meg én is nyilván szívesebben látnék 11 magyar játékost, akár a Fradiban, akár a Vidiben, akár Kisvárdán, de hogy elképzelhetetlen, hogy... Az világos, erre nem azt mondtam. De nem csak azt mondom, hogy szerintem elképzelhetetlen lenne, hogy mondjuk Angliában, a Northamptoni városi tévében erről beszélgessenek,
hogy mennyi angol játékos van, vagy nincs, vagy ki, hanem hogy ott ez egy, tehát a nyugaton már annyira nincsenek tényleg létjogosultsága, hogy most angol játékos játszik, vagy olasz csapat van, az én csapatom, most az, hogy van benne olasz, marokkói, svéd, dán, kongói. Hát, szerintem emocionális létjogosultsága így sincs, tehát engem egyáltalán nem zavarna egyébként, és nem is zavar, hogy most hány külföldi van a vidiben, meg hány magyar. De először sok mindenben másképp gondolkodunk, Zoli. Azért, de amiben biztos nem értenék egyet, hogy Angliában lehet ezen fintorogni, de azt mondják, hogy a piac termeli ki azokat a jövedelmeket, amiből valaki mondjuk a világválogatottat megveszi. Hát ez Magyarországon nem így van, így gyakorlatilag állami investícióból építkezik minden klub, és azért ez nem lehet párhuzamba tenni. Tehát ha már az állam úgy gondolja, hogy a focit föl kell futtatni, akkor tényleg jobb lenne, hogyha egy olyan rendszeren keresztül tenni, amiből magyar tehetségek jönnek ki. Ezt én hiányolom jelen pillanatban. Stadion, az más kérdés, hogy 6 gólt, mint Uzuni, lehet, hogy nem lőne magyar tehetség a 60 kapujába, mert azért nyilván ez egy süvegelendő dolog, és ha már itt tartunk, ugye szerdán lesz a szezon első Vidi Fradi rangadója, ami nem tudom, hogy a ti reményeitekben mennyire lesz rangadó jelen pillanatban. Ugye látunk egy Ferencvárost, amely éppen Marco Marinokat igazol. Van vagy 30 fős kerete, brutális erősségű légiós kontingenssel. És hát lehet, hogy ennek egyébként egy meccsig a Vidi ellenfele tud vagy tudna lenni, de hát itt meg azt látjuk, hogy a fél csapat koronavírusos, a másik fele sérült. Azért a Vidi is nyert Sopronban, tehát nyilván megvan a remény. De te feszegetted múltkor, hogy ahol ennyi sérült van, ott azért el lehet gondolkozni, hogy valami hibázik, vagy megbillen? Lehet, hogy van valami, ami az edzésmunkában, vagy az orvosi dolgokban kicsit talán nem tudom, más, mint a Fradinál, de tényleg az is lehet, hogy valóban egy pekszériáról. A koronavírus nyilván az nem róható senkinek a számlájára. Azt én ezt cáfolom. Ilyen nincs. Hát én nem tudom elképzelni. Tehát van 12 első osztályú csapatunk, ugye? A Vidinél több koronavírusos játékos volt, bár lehet, hogy az újságok nem írták meg, mint a másik 11 csapatnál összesen. Ez hogy fordulhat elő? Hát egy fertőzi a többit. Jó, hát az is kérdés persze, hogy hol, hogyan és hagyjuk. Mit mondanak, de visszatérve az esélyekre, tehát van egy Ferencvárosunk, amely láttuk, hogy a Bayer Leverkusen otthonában is egy jó nyílt meccset tudott játszani, európai porondra fókuszálnak tényleg abszolút, és hát itthon pedig gyakorlatilag kötelező elvárás tőlük a bajnoki cím. Néhány évvel ezelőtt még a MOL-Fehérvára is igaz volt mindez, aztán most egy kicsit, mintha nagyobb lenne a rés a két csapat között. Ti mire számítotok? Hát szerintem egy meccsen bármi lehetséges, de tényleg úgy, hogy a Vidinek ennyi hiányzója van. A Fradiból, ha kiesnek ketten, akkor van másik három, aki a helyére ugrik, akkor ez alapján az, hogy a papírforma nyilván a Fradi mellett szól, de tényleg ez rangadó, és bármi megtörtént. Én abba bízom leginkább, hogy telt ház lesz, vagy legalább 10 000 ember kimegy, mert tényleg ez egy olyan párosítás, amit nem csak a hagyományai miatt lesz érdemes nézni, mint majd ugye az Újpest Fradit, vagy Fradi Újpestet, hanem tényleg azért, mert ez... Azt gondolom, hogy nem megbántva a Kisvárdát, de hogy ez a két legjobb magyar csapat meccsel majd egymással. Ezt pedig tényleg azért azt mondom, érdemes megnézni. Egy meccsen bármi lehet. Azt, hogy a bajnokságban majd mi lesz, nyilván hosszú távon ki kell, hogy jöjjön az, hogy az egyik csapatnak mondjuk mennyi koronavírusosa van, vagy mennyi sérültje van, illetve hogy a másiknak milyen bő kerete van. És egyébként a Vidinek ebben kéne alapvetően zárkóznia a Fradihoz, hogy tehát az elmúlt években is vagy volt egy jó sora a Vidinek, és mögötte annyira nem, vagy még az egy jó sor sem volt meg. Tehát én ebben látom jelenleg a különbséget a két csapat között, hogy a Fradiban tényleg föl tudsz rakni két különböző kezdő 11-et, és nem érzed a különbséget akár nevekben, akár teljesítményben, és tök mindegy, ki játszik ugyanúgy itthon mindenki jelen győzelmi esélykeli pályára, míg a MOL-Fehérvárnak mondom, ez a legnagyobb hibája, hogy egyelőre még az a kezdő első sor sincs úgy összerakva, hogy az bármikor fölvegye a versenyt a Fradival. Én is ebben látom a legnagyobb problémát, hogy nincs egy olyan kezdőcsapat, amit kívülről fúj a B-közép is. Egy-két kivétel, tehát megvannak az alapvetések, de a Fiola hol, a baloldali
szélső védőt játszik, aki a támadásokat segíti, mint a válogatottban, most beállost játszott, középső védőt játszott, és így tovább. Tehát nincsenek kialakult játékrendszer, én azt gondolom, hogy ennek ellenére a minimum az X. Tehát azért itthon... Döntetlen, én is képesnek tartom, hogy kiindulva abból, hogy a második fordulóban azért a listavezető Kisvárta is megviccelte a Ferencvárost idegenben. Azóta tudjuk már, hogy ez nem volt meglepetés. Igazából a Vidi azért gondolom, hogy mindent fel fog tenni erre a meccsre, mert a Mezőkövesden az elhullajtott két pontot, és hogyha valóban a Fejvárok szorosra akarják tenni a bajnokságot, akkor ezt a meccset nem nagyon kaphatnak ki. Tehát hogyha szeretnék azt a lőtávolon belüli stratégiát megtartani, ahhoz egy X feltétlenül szükséges, de hazai pályán nem érzek akkora különbséget a két csapat között, hogy akár szerencsében ne lehetne nyerni, de hát kell hozzá fortuna, az biztos. Meglátjuk, mindeset az jutott eszembe, hogy amikor az MTK-t verte a Vidi, hogy ugye Kodró akkor állt be csereként és két gólt lőtt, és akkor mondta az MTK edzője, hogy hát neki nincsenek ilyen cseréi, hogy egy volt Barcelona játékos jöjjön a padról. Hát nehogy így járjunk mi meg majd, hogy beáll Marco Mari mondjuk a 80. percben és megfordítja a meccset, de ez is benne van ebben a relációban. Ugye az sűrű... a baj, hogy ez benne van, de lehet, hogy Marinban ennyi van. Majd kiderül, igen, hosszabb távon. A sűrű nap lesz minden esetre a szerda, hiszen játszanak a női kézisek a Győrrel, ott azért kicsit egyértelműbbek az erőviszonyok. A Vidi Szerinted Fradiról... is nyerünk? Igen, a Vidi Fradiról már beszéltük, és hát elkezdődik a kosárlabda bajnokság, nem sok időnk maradt, néhány szót azért szeretnék erről beszélni, mert egyrészt a kosarasokat még nem nagyon említettük az elmúlt napokban. De lehet, hogy nem is az Albáról akarok én beszélni, hanem arról a játékosról, aki a Barcelonából a Real Madridba szerződött, és most első mérkőzésén rögtön a Real Madrid legjobbja volt a spanyol bajnokságban. És Tominak már mondtam, hogy itt az elmúlt adásokban sokszor beszéltünk, hogy az igazán népszerű és világszerte sztársportolók tömegeit adó sportágokban elért sikereket kell igazán dicsérni. És én úgy érzem, hogy Hanga Ádám, aki jelenleg tényleg Európa egyik legjobb bajnokságának egyik legjobb kosárlabdázója, valahol, mintha itt Magyarországon olyan méltatlanul nem lenne igazán értékelve. És én ezt nagyon-nagyon sajnálom. Erről cikkezett az összes spanyol sportnapilap, az összes. Erről a nyugat-európai sportlapok, hiszen ne feledjük Barcelonából, Real Madridba, mint Manchester Cityből, a Unitedbe, Arsenalból, Chelseabe, vagy akárhogy mindegy. Ez egy csoda. Újpestből a Fradiba. Újpestből a Fradiba, ilyen is volt már. De ez egy csoda, nekem csoda. Hát, és ráadásul, hogy fantasztikusan játszott. Hát mondom, a kérdésem nekem az, hogy Hangát tényleg értékén kezelik-e. Azért nem, az ő nem, karrierje... Nem, én sem felejtettem múltkor, amikor itt relativizáltam ugye a sportágokat, meg kell kövessem magam. Ott van, tehát a top 5 magyar sportoló egyike tényleg Szoboszlaival, Walter Attival, tehát hogy Hanga Ádám tényleg, és méltán keveset beszélünk róla, még akkor is, hogyha tényleg picit más kávéház, mint az egyéni sportolók esetében tényleg, hogy egy olimpián Milák Kristóf, nem összehasonlítható, de igenis olyan sportágban, amire odafigyel a világ, ugye tényleg a labdarúgás mögött a második legnépszerűbb labdajáték, ezáltal valahol nagyjából tényleg a második legnépszerűbb sportág. Körülbelül szerintem Hang olyan szinten van, mintha lenne most egy Forma 1-es versenyzőnk, vagy egy olyan versenyzőnk, aki kopogtat a Forma 1 kapuján. Vagy egy Premier League kezdő. Igen, vagy egy Premier League kezdő, egy mit tudom én, és nem is az alsó régióban elhelyezkedő, hanem ott a top 6 környékén valaki. Benne lehet ebben, Laci, szerinted, hogy kosárban nem vagyunk olyan jók, tehát hogy a maga a siker hiányzik ahhoz, hogy a közönség igazán odafigyeljen rá? Ádám barcelonai karrierén nem tett jót ez a legutóbbi Euroliga döntő, 4 másodpercet kapott összesen, tehát az nagyon furcsa volt, nyilván ezből is következett a klubváltás. Azért a legnagyrangosabb európai sorozat döntőjében, amire tényleg azért sokan figyelnek, ha ő ott valóban komoly szerepet kap, jól játszik, akkor más egy kicsit a megítélése, de az biztos, hogy óriási dolog, amit csinál, mint ahogy a spanyol futballban, ami szerintem vitatkozom, van, aki az angol tartja, szervezettségben a német, nagyon a franciák nevekre most már ott tartanak, ahol a többiek, de az biztos, hogy amikor Vaduz Krisztián és Pintér Ádám 2-2 évet játszott, Vaduz az Osasunában, Pintér pedig a Zaragozában, az ami egészen fantasztikus dolog volt, és úgy éreztem, hogy az ami emberfeletti teljesítmény tényleg, és kezdők voltak, sokat játszottak. Tehát az Európa 4. számú bajnoksága, nem olyan rossz az így van.
Az első. De, ugye még az adásnak is most kezdődik, még csak a lényeg. Hát van három csapat, van három csapat, és mögötte senki. Tehát tényleg az spanyol, az olasz is fölötte van szerintem. Hát most Premier League, Bundesliga. Az olasz azért az evét, mert az olasz futball keresztmetszetében nem volt benne, hogy ilyen válogatottjuk legyen. Ez a Mancini-nek a dicsérete, hogy tényleg ennyire szervezett volt, mert én nem hiszem, hogy a Serie az szerintem a franciánál se biztos, hogy szervezettségben biztos, hogy nem. Játék tudásban, illetve a játékosok minőségében sem feltétlenül. De az biztos, hogy mondom, visszatérve hangára, hogy amit csinál, az tényleg érdekes. Néha eljátszottam gondolattal, hogy valóban nem lehetett olyan komoly NBA ajánlata, vagy valóban akkora pénzt kapott Barcelonában, hogy ezt választotta. És nyilván őnek nemzetközi karrierje most ez a spanyol. Aztán a Real Madridba két év múlva lehet, hogy visszamegy a Manresába, elmegy talán a Las Palmasra. De látjuk még abban ezben? Nem. Én úgy gondolom, ugyanúgy, ahogy Dávid Kornélt sem láttuk, szerintem őt sem fogjuk. Tehát amit tud, ő még kiveszi ebből a spanyol vagy egy olasz bajnokságból, és aztán nagy szeretettel jön majd a meccseinkre, és nézi majd a Honvédot. Mellőled. Hát minden esetre, hogyha ráérne Ádi, akkor ugye Szekszárdon kellene kezdeni ezt a szezont, akár nézőként, hiszen a Paks ellen ott játszik az Alba, ez is egy érdekesség. Majd a következő adásban talán arról is beszélünk, hogy akkor a Hokisokhoz hasonlóan mondjuk indított-e jól a kosárcsapat, meg hogy a Vidi mire ment a Fradival, minden esetre mostanra köszönöm szépen. Egy műsor szánjunk annak ennek a Premier League, Bundesliga, Serie A, igen, egy ringet fogunk építeni, kék sarokba, Horoglaci, pirosba, Kaiser, Tobi, és levívják egymást közt, hogy melyik a világ legjobb bajnoksága. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és köszönöm a kedves nézőknek is a figyelmet, viszontlátásra. Start.